Ismét üdvözlöm mindenkit a Teos Blog FIFA 10 rosztának negyedik videójában. Ismét egy válogatott mérkőzést fogtok látni, ahol Anglia csapata méri összetudását a portugál válogatottal. A képen látható éppen az angol válogatott. Már kezdem a himnuszuk szól, ezt nem tudom mennyire fogjuk hallani. Mint láthatjuk, Lennon, Lampard, Gerrard, Rooney és Terry is a csapatba került. Tehát a lényegesebb játékosokat ismét a pályán láthatjuk, majd a portugál válogatott. Itt Simão, Eduardo a kapuban. A képen éppen nem látszik, de ott van Cristiano Ronaldo is. Igen, most már láthatjuk. Real Madridban egy pár helyet most kihagyott, kisebb sérülés miatt, vagy épp módú támadás miatt, ki tudja. Nem tudom azóta az a szegény manussal mi történt, aki megátkozta a szerencsétlen Cristiano Ronaldo-t. Látszólag beváltozáltuk, ugyanis a portugál játékos már, ha jól emlékszem, jó 6-7 meccset is kihagyott, és most a hétvégén se játszik a Valencia ellen. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Kezdődjön hát a mérkőzés, a Wembley-ben vagyunk, ugye. Az angol csatárpáros Heskey és Rooney kezdi a mérkőzést, majd kikerül a félre Glenn Johnsonhoz, aki az Arsenal tini csillagjához, Walcotthoz passzolt. Ja, múlt héten tőlem láthattátok egy Arsenal mérkőzést, ahol Walcott szerezte az egyetlen gólt, miközben Rooney elhagyta a labdát, Simão leszerelte. Johnson, Walcott, na szóval az előző mérkőzés ugye Walcott volt a gólszerző, az egy nem túl érdekes mérkőzés volt, remélem ez sokkal jobb lesz. Na, itt Gerrard szerzett labdát, mekkora gól! Nyitásnak egy gyönyörű gól, Steven Gerrard a szerzője egy védelmi bakiból. Itt Walcott nem tudom hova örült ott az előbb. Na mindegy. Lehet Walcottot amúgy benéztem a bemutatásnál. Még az elején, Lennonnak elneveztem. Na mindegy. Hát mindegy, tehát Walcott játszik, nem Lennon. És itt Gerrard gyönyörű gólját láthatjuk. Takarásból volt abszolút, a kapus ezt nem védhette. Még egyszer a gól a kapus szemszögből, védhetetlen. Na, 12 perc után már is vezet a portugál, na, miket beszélek, angol válogatott. Lássuk a portugálok, mit tudnak kezdeni ezzel, Deco. Chelsea-ben ő most elég jól virgontkodik. Ez egy, hát nem éppen tiszta szerelés, de tovább engedte a spori. Cole. Arsenal Chelsea meccsen nagyon rendesen fütyülték. Barry. Yeah. Idén érkezett a Manchester City-be, bár eddig nem valami jól játszik. Ugo elmegy, de az kerül a labda menet közben. Portugálok végre támadhatnak. Bosszingval jobb szélen. Jó az Dekónak. Dekó lerázza egy védőt, a második védő szereli, és ebből szabad rúgás lesz. Körülbelül 20 méterről jár a szabadrugás, ezt reményem szerint mindjárt kiírja a játék, hogy honnan. Egy kis segítséget kérek. 24 méter, én kérek elnézést. Deco! Kicsi múlott. Greennek azért megemelkedhetett a vérnyomása ettől a helyzettől. Nem volt rossz lövés, nem volt rossz, bár kaput nem talált, illetve kívülről. Na, Grillet kirúgással. 28. perc volt, egy nagyobb portugál helyzet is, valamint ugye az angolok gólya. Barry, Heskey. Kicsit ilyen másodvirágzását éli, ugye Liverpool után, ahol ugye az első aranykorszaka volt, most Aston Villában játszik, és ott ismét életre kelt, ugye bekerülhetett a válogatottba is. Rooney ki Gerrardnak, elég gyenge volt a beadása, Lampard nem tudta megszerezni, Meireles-től. Simão, Duda, Cristiano Ronaldo-nak eddig nem nagyon villog a portugál zseni, és most se sikerült neki. Ugye menet közben Messi szerezte meg az aranylabdát. A portugálnak ugye nem volt valami jó éve, szóval Cristiano Ronaldo egyre több sérülés és formahanyatlás támadta meg. Nem tudom, plusz egy perc a hosszabbítás. Szóval ugye idén Messi volt az aranylabdás, Cristiano Ronaldo pedig gondolhat ezek után a jövőre. Ezek Simão, és kapufa. Nagyszerű támadás volt. Bár a befejezés nem volt sajnos tökéletes. Na,
Egy kirúgás, és itt az első félidő vége, Anglia-Portugália 1-0. Folytatódja hát a mérkőzést, fél időben már volt egy csere. Még jó kérdés, kikerült be ki helyére, na mindegy, majd meglátjuk, sajnos erről infók meg nincsenek. Ronaldo, megpróbálunk majd rájönni. Cristiano Ronaldo menet közben egy hatalmas helyzetet hagyott ki. Elnézést, nekem még mindig nem tűnt fel, hogy ki az új játékosunk. Ezt is meglátjuk. Rövid időn belül. Menet közben egy Ronaldo helyzete. Gyanítom, a portugál válogatott cserélt, bár valószínűleg nem támadó poszton. Szóval már feltűnt volna. Simão. Almeida. Könnyedén szerelik Johnson, hoppá, őt viszont ugyanilyen könnyedén. Mert közben cserélek, kész az egyik válogatott. Cristiano Ronaldo középen 1-1. Végre egy jó meccset látunk. Ilyen nincs. Ronaldo gyönyörű gólja. Ballal tette be a portugál játékos. Kapu jobb oldalába. Itt kapásból, Green tehetetlen volt. Be középre. Hús, micsoda gól volt. Cristiano Ronaldo az első fél idő végén már adott egy remek passz Simaónak, most pedig egy gyönyörű gól írhatunk fel hozzá. És hogy ballal? Szávasz! Na tehát, 1-1, mérkőzés 57. percében, és itt egy Deco Miguel Velozó cserét fogunk látni. Deco nem játszott rosszul, volt egy jó kis szabadrúgása, de az edző ettől függetlenül lecseréli. Ez ki, mert nem tudom, hogy tervezte ezt a kezdést. Melózó első labdaérintés, Pepe középpályán elhagyja a labdát, de visszaszerezte. Hú, Cristiano Ronaldo. Gerardo próbálta átfűzni. De hát ez sikertelen választás volt. Ronaldo egy dobása. Melózó beadása viszont ballal elég gyengusra sikerült. Ferdinand, Barry, Rooney, na ő nem annyira villogott. Sőt, eddig nagyon labdához se ért. Menet közben Gerardot szerelik. Cole előre tekereti bal lábbal, viszont hát Pepének ez könnyű műsor volt. Bruno Alves, Porto középső védője. Simão. Ő most az Atletico Madridban tevékenykedik. Szegény Atleticónak eddig nem nagyon mennek a dolgai. Mondjuk hát szerintem ez inkább szöklet lehetett volna amúgy. Mert itt menet közben a Spori befújt, illetve nem fújt be. Válkott. Jó kis csel. Ez ki. Üresbe játsz a Rooney-nak. Rooney, kapufa. És az ismétlés bent van. 2-1. Nagyon el lett találva már ez a mérkőzés. 79. percben Rooney góljával 2-1 az angol válogatottnak. Először jobb elsővel nem sikerül, viszont ballal annál inkább. Hát Rooney-val ugyanaz a helyzet, úgy néz ki, mint Ronaldo-val. Első fél időben nem annyira ment neki, második fél időben meg jött egy gól. Sutty, ott bebelsőzte. Na, így a negyedik mérkőzésre, egész jó. Remélem, a következő hétre is sikerül találni valami érdekességet. Na, Almeida. Szabálytalan volt, Spori tovább engedi. Velozó, Hugo Almeida. Sutty, szerelik 16-osnál. Rooney, mert ez egy csere készülődik. Ez kiindulhat meg a középpályán. Gerard hátra passzol Ferdinandnak, 88. perc. Barry, megint Ferdinand, az angolok elkezdtek a hátul passzolgatni, ez viszont hiba volt. Velozó, Almeida, egy kis passzolgatás, ez viszont sikertelen, indulhatna az angol kontra, de szerelik a portugálok. Ez ki. Nagyon a végén vagyunk. A közönség örjön, hogy a bíró fújja már le a mérkőzést. Ismét szerelnek a portugálok a középpályán. Viszont még egy rossz passz. Ez már csak így működik, ahogy elnézem. Heszki. Szerelik. Velózó. Áttevődött a középpályára a játék. Buszingva. És lefújja a mérkőzést a Spori. Anglia-Portugália 2-1. Rooney és Gerard góljára. Cristiano Ronaldo csak egy góllal tudott válaszolni. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai mérkőzést, a jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!